tette volna. Cserna Antalnak köszönjük, hogy épségben itt én, lehet én most. Én is köszönöm. Hangulatos élménybe számolunk is. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen én is. Most pedig egy újabb évforduló, a 14 éve elhunyt Tunyugi Péter. Emlékezünk, nem kell külön említeni, hogy P-mobil. Schuster Lorántot köszöntjük a stúdióban, Isten hozott. Erőt egészséget. Jól vagy? Nem. Mert? Hát oda szokták mondani, hogy röviden jól. Azt mondja, bővebben? Nem jó. No, hát emlék. A kor. A kor az, arra ne fogd, mert úgyse látszik. Nem. Hát ez milyen aljas. Ne, rossz zenén viszont nem fog az idő. Nem? Egyáltalán. Hát az nem. Már 40 évvel ezelőtt is öregnek látszottam. No, hát emlékezzünk egy picit, 1947-ben született Békés Csabán Tunyogi Péter, nagyon sokan ezt nyilván tudják is, idén lett volna 75 éves, és éppen ma 14 éve, hogy már sajnos nincs közöttünk, úgyhogy picit emlékezzünk. Hogy kezdődött ez a nagy találkozás? Hát Vikidár Gyula elhagyta az ingatlant, kilépett a zenekarból, és akkor kellett keresni egy énekest, mert azt hozzá kell tenni, hogy a Gyula mindentől független nagyon jó énekel. Tehát annak idején a világ bármelyik zenekarába befért volna, ha már ez nincs így, de nem ez a lényeg, hanem előttünk játszott a Beton együttes, és ott ültünk a Bencsik Samuval, és néztük, és mondtuk, hogy egész jó énekel ez a gyerek, és akkor a szokásos rablás. Akkor elhívtuk, és akkor ez a szakmában mindig úgy szokott lenni, hogyha mondjuk az LGT-ből diszidált mondjuk a Barta, akkor utána szedtek egy gitárost innen, aztán az a következő zenekaron, és gyakorlatilag ez végigment a Nyíregyháza alsó zenekaráig végigment ez a dolog. Mindenki lépett egyet. Mindenki, így van, mert egyébként elég zárt a rendszer. Rengeteg együttesben, ugye említetted a Betont, aztán itt mondhatnánk a Anonymous, Zalaegerszegi Ciklós, stb., hogyha valaki ezekre emlékszik, de hát mégis a P-mobilban talált igazán otthonra is, és lett egy nagyon markáns hang és a zenéhez kapcsolódóan, és a közösségetekhez kapcsolódóan. Hát elmesélem az első bulit, Szekszárd, Városháza udvara, és akkor éppen le voltam tiltva, nem vettem fel a színpadra, mert az Asszonyt akarok című számban az akkori rendeződő szerint szexuális mozgásokat imitáltam. Ez fekvőtámasz és egyéb tornagyakorlatból állt. És képzeljétek el, hogy én a keverőállásból konferáltam a műsort. Igen. A Tunyogi, akinek első koncertje volt a színpadon. Mélyvíz. És szóval mindegy teljesen lement a buli. Pestről több százan jöttek le, mert elterjedt az a hír, hogy ezt, amit a Vikidán énekelt, ezt senki nem tudja elénekelni, be fog vérezni a torka. Hát nem vérzett be. Azt nem tudták a rajongók, hogy Tunyónak magasabb fekvésű hangja volt, ami a Vikidának már a határeset volt. Tehát ő még azt túl tudta. Így jött ki neki a dologban. Úgyhogy ez volt az első, ami megmaradt bennem. De hát mindenképpen alapköve volt, nincs mese a bandának. Említhető, hogy különleges hangja volt, és hihetetlen tehetség is, a tehetséggel a szorgalom is párosult, mert nyilván az kell. Tehát mindig felelősség. Hát ezt nem féltassuk a szorgalmat, meg ezeket a klasszikus. Nem, egy nagyon tehetséges srác volt. A lányai is jó énekeltek. És ezzel kapcsolatban majd ezt elmondom, hogy most megemlékezik. És jól is fognak énekelni. Így van. Mert hogy a koncertetekről beszélünk. Igen, december 10-én lesz egy budapesti koncertünk, ahol a Bernadett, aki még énekel, mert a húga az már Angliában háziasszony, az Orsi. Na mindegy, szóval a vendégünk, és rendszeresen fel is lép velünk. Tehát a Tunyó jól énekel, de a lányai még jobban énekeltek. És hát én emlékszem, az utolsó találkozásunk az a
az, és az jellemző történet, hogyha figyeltek, hogy a Queen Paul Rogers koncerten voltam az arénában. Én a Paul Rogers miatt mentem, nem a Queen miatt, de lényeg az, találkoztam ott a háttérben a Tunyóval, és mondom, na mi van, kis Tunyó? Te is itt? Te is itt vagy, aztán jöttem, mert a Paul Rogers az mindannyiunk kedvence volt, Free Bad Company énekes, és én a lányommal voltam, a nagylányommal. És akkor tudja, hogy odaszól nekem, azt mondja, te, ki ez a csinos kis csaj veled? Mondom, te barom, hát ez a lányom. Ja, bocs, bocs. De ez a élet volt benne, és akkor sajnos egy hétre rá elment. Most viszont beszéljünk még erről a bizonyos évadzáró koncertetekről, ugye, hogy itt is természetesen Tunyóra, hogy, ahogy mondod, és becéztétek is. Hát ez volt a neve, kis Tunyó, Tunyó. Igen, igen. De jó hangzik. Hát rá is emlékeztek, és ott lesz Tunyogi Bernadett is, ahogy mondod. Nézd, ez nálunk, ez nem ilyen kampányszerű és nem üzleti kérdés. A zenekarban, a zenekar története alatt így mondanám, 7 ember már az égi zenekarban játszik. Hát Póka Egontól a Bencsik Sándorig, szóval nem 7 ember, és az egy nagyon komoly szám a zenekar, de egy 53 éves létezése alatt. De mi az emléküket is, a zenéjüket is megőrizzük, tehát játsszuk a számokat, de nem csinálunk belőle semmiféle vásári dolgot. A Tunyóval kapcsolatban is írtunk egy számot a két legnehezebb szó címmel, és megjelentettünk egy DVD-t is, ami nem is tudom, a halála után 4 éve jelent meg. Tehát gyakorlatilag ezernyi pontja van, és én igazából nem szeretem az évfordulókat, ezt különösképpen nem az ilyet. Elmondtuk, és elhangzik ez, hogy sajnos az adásunk végén el kell köszönnünk, és köszönjük, hogy elmondhatod, mert hogy akkor a koncertet is szembegeztek. Beszélünk majd nyilván majd a koncertről, és mi pedig búcsúzunk.